az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevében, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretett lámbüzenetek! 2002. március 1. Szent Mihály Arkangyal. Napjaitokban nagyon megnövekedett a rossz hatalma és a gonoszság befolyása az emberekre. Isten csodálatos ellenszert, sőt, a gonoszság elleni fegyvert kínál fel Szűz Mária által a szeretett lángban. Isten szent akarata, hogy a szeretett láng erejében és hatalmában bízva küzdjetek a rossz szellem, a jó megvalósulásáért, a szeretet győzelméért. Először bennünk, bennetek kell győzedelmeskednie a szeretett lángnak, hogy aztán úgy tudjatok imádkozni, engesztelni, hogy Istennek valóban öröme legyen benne. Szűz anya, gyermekeim, szeretném, ha rendszeresen hálát adnátok. A legszentebb áldozat által erősödik a jó Istennel, és a velem való kapcsolatotok. 2002. március 2-a, Szűzanya. Drága engesztelő gyermekeim! Szeplőtelem szívem által kívánlak isteni szent fiam felé, és hozzá egyre közelebb vezetni benneteket. Mert anyai szeretetemben mindig javatokat akarom. Szeplőtelen szívem anyai szeretetét, szeretet lángját befogadva, akarjatok a keresztény szeretet megvalósítása szerint élni. A szeretetről nem beszélni kell, hanem élni is, azt gyakorolni, még akkor is, ha az nem mindig könnyű, vagy éppen ha áldozatba is kerül. Ne csupán addig szeressetek, amíg könnyű, amíg jól esik, mert az csak önző szeretet volna, hiszen akkor a másikban szereti önmagát az ember, s nem tisztán a másikat. Ezért önző vágyait, kívánságait akarja megvalósítani az ember a szeretet állarcában. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökkön örökké. Amen.